Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! A közelmúltban két pszichológussal beszélgettünk a vizsgadrukról. A vizsgázók, mint olyan, jelen vannak a keresztény közösségekben is, mivel hogy legtöbben keresztény közösségekhez tartozunk. És nem csak a pszichológus, hanem a közösség is, illetve a lelki vezető is nagyon sokat segíthet a családoknak levezetni a vizsgadrukkot, eligazodni a diákoknak az élet útján, amin most indulnak. Ez alkalommal köszöntöm a stúdiónkban a Istvánffy Szilárd káplán urat és Rácz Ervint, kollégám és lelkész. Üdvözlöm Önöket, üdvözöllek, amikor évzáró van, változik a közösségben a diákok viselkedése, illetve a szülők viselkedése, illetve a családok jelenléte? Mindig szokták azt mondani, hogyha bezárul egy ajtó, akkor ugyanakkor ezzel egy időben kinyílik egy másik. Az ember állandóan változik, sok minden azonban hála Istennek mégsem változik. Egy valami mégsem változik, inkább akkor én így mondom. Ez a valaki pedig nem más, mint akiről ezt mondja a Szentírás, a Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. versében. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ez az állandóhoz, hogyha hozzá köthettük az életünket, akkor bármilyen változás, bármilyen állomás is következik az ember életében, tudjuk azt, hogy ez nem monotonságot jelent, hanem ez egy olyan biztonságot jelent a gyerek, a diák, a felnőtt életében, amihez mindig oda kötheti az életét. Nagyon sokszor elhangzik ilyenkor évzárókon, főleg baldagásokon, az a közhelyes mondat, hogy kedves diákok, ez az iskola felkészített benneteket az életre. Akkor mindig szoktam kérdezni ilyenkor, hogy miért eddig nem éltek ezek a diákok, tehát szerintem eddig is szoktak éltek. Azonban, ha komolyra akarom fordítani a szót, ez is komoly volt eddig, akkor azt is el kell mondjam, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És talán, hogyha erről beszélgetünk majd, akkor azt is el kell mondani, hogyha felekezeti iskolákról is szólunk, hogy megtanítja az igazán a nagybetűs életre ez az iskola, vagy ez a közösség az embert, hiszen Jézus Krisztus maga az élet. És hozzá köthetjük az életünket, mert ő meg szabadságot ad nekünk. Szilárd tisztét, olyan szépen megfogalmaztam műsor előtt ezt az időszakot. Igen, én úgy hiszem, hogy, vagyis a tapasztalat inkább azt mutatja, hogy ez a diák korszak vége. Mondhatom ezt, és ez alatt értem egyetemistát, értem a 12-es ballagókat, értem a 8-os ballagvégzősöket, a 4-eseket, az ovisokat, akik lezárnak egy ciklust, egy korszakot az életükben, tehát legyen ez pici vagy nagy. A tapasztalatom azt mutatja, hogy a gyermekek ilyenkor még kevésbé járnak templomba. Szomorú. Tiszti, nem tudok jönni, mert kell tanulni. Hát mi eddig mit csináltál? Eddig februárban mit csináltál? Márciusban hol voltál? Áprilisban kellett volna tanulni, nem most vakarózni. Fél évi van, tiszti, kell tanulni, nagyon húzni kell. Ballagás lesz, jó, hogy tiszti, most ide kell menjünk, és nem jön össze a dolog, nem tudunk menni ministrálni. Hétköznapokról beszélek, egy hétfő este, egy szerda este, egy péntek esti ministrálás, vagy egy szombat esti ministrálás. Vasárnap jó, nem tudtunk, mert este nagyon sokáig tanultunk, 12 óráig tanultunk, 1 óráig tanultunk, és akkor máshol nem bírunk felkelni, hogy a vasárnapi szentmisére elmenjünk. Gyermekek részéről tapasztalható egy ilyen jelenség is. Egy olyan korszakban, amely tele van könnyekkel, tele van örömökkel, mert sírnak egyik a másik után, valamik örömiben valaki már bánatába, hogy jaj, ugye vagy nagyon jó, hogy már vége van, vagy megszakadnak a kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, a szerelmek, az első nagy dolgok az életükben egyik másik diáknak, aztán tele vannak feszültségekkel ezek az időszakok. Ugye válaszolva a kérdésre, hogy miben változik egy közösség élete, vagy egy gyermekcsoport élete
ebben a tekintet egyházi vonatkozásban. Én látom, hogy abban változik, hogy vagy kevesebbet jár templomba, olyan cím, hogy hát mert kell tanulni, és akkor a nagymamák, meg az anyukák, meg az édesanyák, meg az édesapák jobban jönnek templomba, mert imádkozzunk, hogy jaj, hogy, hogy legyen, s mint legyen. Picit mosolyt csalat ez az arcunkra, de a mosolyban, az örömben van egy pici üröm is. Mert nem csak akkor kell kapaszkodni az Istenhez, amikor bajban vagyunk, hanem folyamatosan. Megkezdve januártól, a tanév első napjától, egészen az utolsóig. Most, hogy úgy mondjam, ez a számadásnak az időszaka. Nyilván minden diák életében ez egy kemény időszak, vagy megpróbáltatásokkal teli időszak. De én abban látok fantáziát, hogyha az a gyermek, az tudatosan készül, és az Istennel együtt készül erre a számadásra, akkor jobb esélyei vannak. Nem tudom, mit szólna hozzá, kedves tévénéző, hogyha valaki csak azért keresné föl, mondjuk havonta, vagy évente, vagy két évente, hogyha mindig kérni akarna valamit tőle. Ugye vannak ilyen emberek az életünkben, ugye, hogy eszébe jutunk ennek az embernek két évente, három évente, öt évente, hogy na hát légy szíves, adj kölcsönt, vagy adj valami segítséget, de amúgy máskülönben nem keresnél, csak akkor. Na hát, ha nekünk ez rosszul esik, el kellene gondolkozni azon, hogy Istennek is rosszul eshet ez, hogy hát csak akkor fordulok hozzá, hogyha valami baj van. Luther Márton mondta azt, hogy ez nagyon frappáns megfogalmazása a reformátorunknak, hogy ma sokkal több dolgom lesz, ezért ma reggel hosszabban imádkozom. Azt hiszem, hogy ez határozhatja meg az életünket. Mi mit szoktunk csinálni? Több dolgom lesz, ezért most vágunk az imádságból, vagy vágunk a lelki életből. Hát éppen azért kellene még többet, mert még erőteljesebb dolog vár rám. Így van. Tehát eddig most imádkozgatunk, meg kérjük a Jóistent, hogy jaj, így legyen, és úgy legyen. Tehát egyrészt vissza kéne nézem múltat is, hogy mennyire volt ez számomra fontos erre a felkészülés. Másik dolog az, hogy ha sikerül az érettségi, meg a ballagás, meg a végzés, meg az ilyen vizsga, olyan vizsga, ami akár egyetemistákra is gondolhatunk, akkor utána mi van? Utána Hawaii világ, azt csinálunk, amit akarunk, eszünk, viszünk, rókázunk, mit tudom én, buli van, nyár van, július van, augusztus van, és elfeledkezünk az Istenről. És akkor bekerülünk tovább majd ősztől egy másik egyetemre, meg egy másik iskolába, másik közösségbe, lesz egy ilyen olyan hippis, meg mindenféle barátunk, és meg is feledkezünk az Istenről. És a jó az, hogy mindezek ellenére, ennyi negatívum ellenére az Isten akkor sem feledkezik meg rólunk. Arról a fiatalról sem. És aztán megint eszünkbe jut az Isten, megint jön az ősz. Megint jön a tél, január, első szesszió, akár egyetemisták terén, vagy a gyermekek fél évi, évharmadik, meg vizsgák terén. Tehát én arra szeretném buzdítani és bátorítani a kedves televízió nézőket, hogy azokért a gyermekekért imádkozzunk, akik nemcsak, hogy most voltak első áldozók, hogy most voltak bérmálkozók, hanem azokért is, akiknek a szívében az Isten úgymond elindított egy folyamatot, egy vágyat, hogy elérjenek ők is egyszer a mennyek országába. Mert ez a vágy az ott van bennük. Hogy most foglalkoznak ezzel vagy sem, az függ a szülőtől, a családtól, a gyermektől, a személytől, de függ azoktól is, akik háttérben imádkoznak. Tehát egyelőre ez a legtöbb, amit tehetünk. Azon kívül szentmisét végzünk értük. Az útról beszélgetünk, és az út az tényleg fantasztikus lehet valakivel, ha az a valaki Jézus Krisztus. De úgy, ahogy mondta kedves szolgatás, ha tudom azt, hogy mi az én célom, tudom azt, hogy én hova fogok eljutni életem végén, vagy valamikor, akkor az összes többi olyan szépen rendeződik az életünkben. Nem azt mondom, hogy minden rendben lesz az életben, és minden simán fog menni, hogyha Istenben hiszünk. De egy óriási különbség van a hitetlen és a hívő ember élete között. Hadd illusztráljam most ezt egy olyan képpel, amit nemrég hallottam 15 ezred magammal Budapesten pár nappal ezelőtt az Ez az a nap című rendezvényen, ahol kb. 15 ezer ember felekezeten átívelő rendezvényen dicsérte az Istent, és ott a szél volt a téma. Szél, mint a Szentléleknek a megjelenése pünkösdi témában. És ugye az, aki Isten nélkül írja az életét, az evezős hajóban utazik az életben. Erőlködik, izzadságszagú. Viszont az, aki hisz az Istenben,
annak vitorlása van. Kérem szépen. Az is halad, csak az éppen a szelet használja ki. A szél az meg fúj, ahova akar, az Isten akarata az tényleg fúj, ahova akar, viszont ha az, ahhoz tudok csatlakozni, és az ő akaratához tudom csatlakoztatni az én akaratomat, akkor én azt hiszem, hogy nagyon boldog diákkorom, nagyon boldog fiatalkorom lehet, és még a párválasztásban is, mert ez az a korszak majd, segíthet az, aki a szelet adja. A jó szelet. Én úgy hiszem, hogy akkor van baj, amikor fiatalok úgymond ezt a vitorlát, ezt levontják, tehát felhúzzák a vitorlát is, és hagyják, hogy csak az, hogy menjen tovább a hajó, mert előtte volt egy dinamikus lökése, egy vitorlázás, és akkor aztán felvonják a vitorlát, és akkor megy a hajó egy darabig, aztán lecsendesedik, és aztán megáll. Ilyenkor baj van. Amikor az egészet megpróbálja az ember, akár a tanulást, akár a vizsgát, akár a készülődést Isten nélkül tenni, amikor nem viszi bele. És a másik nagyon fontos szempont, amit szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy minden vizsgázásban, pozitív vagy negatív eredményi fejleményi vizsgázásban, vagy felmérésben, vagy tudás felmérésben, vagy dolgozatban benne van az Isten. Nem hiányzik belőle. Az ott lesz akkor is, amikor én 4-est kapok, és ott lesz, amikor 9-est és 10-est. Tehát az Isten nem fog magamra hagyni, és nem fog magamra hagyni akkor is, hogy most én 3-as kaptam a fél évi dolgozatomra. Ne adj Isten. Tehát, de akkor is ott lesz. Ugye az egyik az, hogy sírni fog az ember, a másik pedig talán örömében, megint csak sírni fog, de örömében, vagy keserűségében. Tehát nagyon nem mindegy, és nagyon fontos lenne azt megértetni, hogy mi van akkor, hogyha valami nem úgy jön össze, hogy én azt ott nagyon szeretném. Akkor az én erőlködésem hiába való, azt mondom, és akkor elhagyott az Isten, pedig nem, pedig csak felhúztam a vitorlát. Komolyan gondoljuk el azt, amit sokszor motorként mondunk el az Úr imádságban. Legyen meg a te akaratod. Ezzel el lehetne gondolkozni. De a te akaratod az nem feltétlenül az, hogy engem nem érdekel, nem. Majd a jó Isten segít. Úgy van, hát semmiképpen nem azt jelenti, hát tehát a sültgalambot nem várjuk a szánkban, nem várjuk a jobb időt, azért tenni is kell, viszont az Istentől kapjuk az erőt arra, hogy tegyünk érte. És olyan jó lenne, hogyha tényleg el tudnánk mondani azt, hogy bármi rossz is történik, Isten a javamra formálja azt, mert én szeretem az Istent, azt mondja a Róma 8:28, akik Isten szeretik, minden javukra van. Pál apostol Róma beliekhez írt levele 8. részében találhatjuk ezt az életszerű és nagyon is jelmondatszerű, életigeszerű mondatot. És jó volna, hogyha ez szerint tudnánk élni. Ha hullámvölgybe kerül az életünk, ha hullámhegybe kerül az életünk, van, aki stabilan ott áll mellettünk. Sose felejtem el, 10-esek voltunk, és egy papbácsival beszélgettem, hogy jaj, hogy most ebből Samomból kell dolgozatot írni és felvételizni, és tudom én már, tehát valami felelősségre vonás, ilyen dolgozat vagy felelés volt másnap, és azt mondja, vigyázz, mert amit megtanultál, csak azt, csak amit megtanultál, a Szentlélek csak azt tudja az eszedbe jutatni. Amit nem tanultál meg, azt nem tudja a Szentlélek sem az eszedbe jutatni, az Isten melletted áll. Ha nincs mit eszedbe jutasson, akkor eleve halott dolog az egész, halott pénz. Hát meg van halva. Tehát az én részem, megteszem messze menőkig, de hagyok egy kis teret és helyet az Istennek is. Hogy Uram, nézd, ezek az én munkáim, ezek az én projektjeim, ezek az én rajzaim, ezek az én bármilyen előkészületeim, most lehet egyetemistára gondolni, vagy bárkire, mert mindenkinek más-más feladata van egy vizsga előtt, a kihívása. Ezt én megteszem, én megtettem, nem akarom elhanyagolni. De nélküled, ez amit én összegyűjtöttem, összekapicálgattam 90%-ban, a 10% a tiéd, az amit én összeszedtem, nem ér semmit, hogyha te nem vagy velem. Úgy fordítva is. Nem tehetem azt, hogy most 10%-ot én esetleg valami fogalmam van a címről esetleg, vagy hogy ki a főszereplő esetleg, és akkor a többi aztán lesz, hogy lesz, mert Jóisten meg fog segíteni, és nem hagy el, és vigasztal és erőt ad. Így van? De vigyázni kell ezeket. Teológiára, hát ez már anekdotaszerű. Pár évtizeddel ezelőtt állítólag egy nagyon lágyszívű professzornál 3 diák vizsgázott, és
megkérdezte, teológián volt a professzor úr, engedje meg, hogy imádkozzunk vizsga előtt. Hát persze, teológián vagyok, hogy ne imádkozzunk. És körülbelül az imádság valahogy így hangzott, hogy Uram, kérlek segíts meg bennünket ezen a vizsgán, nem tanultunk semmit, de a te kegyelmedért esedezünk. És nagyon szép imádságot egyébként elmondott a teológus és a lelkész növendék, és azt mondta a professzor, hogy rendben, és szerintem inkább a huncutságuk és az eszük miatt, és az olyan székelyes észjárások miatt azt mondták, hogy na jó, rendben, a kegyelem az legyen meg egy ötössel, és akkor ez egyszer, mert ilyen eszesek voltak, tovább engedjük. Itt az út elején még egy sztori jut eszembe, az előbbi témához visszacsatlakozva, szintén egy történet. Egy bölcs emberhez egyszer elment egy pályakezdő érettségi után mondjuk lévő fiatal, aki hát nagy megdöbbenésére elég fontos pozíciót kapott hirtelen pályája elején, és megijedt egy kicsit a feladattól, és elment ez a bölcs emberhez, és azt mondta, hogy mi szükséges ahhoz, hogy jól tudjam végezni a feladatomat majd ezen és ezen a munkahelyen. A bölcs csak ennyit mondott, jó döntések. Nagyszerű, nagyon jó is tanács, tovább is ment volna, de hát éppen ez a baj, nem tudok jó döntéseket hozni, mert még fiatal vagyok. Mi szükséges ehhez? A bölcs megint csak egy szót mondott, tapasztalat. A fiatalembernek még jobban fölment a cukra, és hát éppen ez hiányzik, nincsen tapasztalatom, éppen ez a baj. Mi szükséges ahhoz, hogy jó döntéseket tudjak hozni? És a bölcs csak ennyit mondott harmadjára. Rossz döntések. És a rossz döntéseket is fel lehet tudni később használni, hogyha gondolkozunk azon. Elengedhetetlen rossz döntéseket is hozzunk. És ugye arra gondoltam így a témában, hogy igen, itt van nagyon sok fiatal a pályája elején, az is megtörténhet, hogy rossz döntést hoznak. Majd annak a tekintetében, hogy elindulnak egy pályán, és látják majd, hogy na hát most ez nem jó, nem működik. Jó lenne időben rájönni arra, hogy ez a pálya nem működik, és időben váltani. Nagyon megdöbbentő volt az, amikor volt teológus, jött oda hozzám, szégyelte magát, és azt mondta, pár év teológiát elvégzett, és ott hagyta a teológiát. És oda mentem hozzá, és gratuláltam neki. Megdöbbent a viselkedésemen, hogy miért gratulálok neki, eddig mindenki csak szitta, hogy pár év után ott hagyta a teológiát. És mondtam, gratulálok, hogy megmerted hozni ezt a döntést, még időben. Még mielőtt nem teszed tönkre a saját magad életét, mielőtt nem teszed tönkre azt a gyülekezet, annak a gyülekezetnek az életét, ahova kerülsz, vagy annak a közösségnek az életét, ahova kerülnél, jó döntést hoztál, de rájöttél időben, hogy nem ez a te pályán. Nem gond ez, máshol is szolgálhatod az Istent, és jó, hogy időben hoztad. De tudjunk jó döntéseket hozni a rossz döntések után is, rossz döntésekből tanulni. Ezért mondtam én ezt a kis történetet, de jó lenne megállapodni is egy idő után. Felelős döntéseket hozva. Így van, felelős döntések, és ez egy óriási kihívás, mert ezek nagyon szép szavak. Mert fiatalt nézek, kéne bölcsesség, hogy jól döntsek, ha már döntésekről beszélünk. De nem vagyok bölcs, mert még fiatal vagyok. Hát hogy legyek még bölcs, még okos sem vagyok, csak talán furfangos esetleg, huncut. Aztán kellene nekem tapasztalat, hát de nincs, hát még fiatal vagyok, még nincsen élettapasztalatom meg ebben, amabban. Hát én már mindent tudok, de hogy tudok. Na, ez sem nincsen meg, bölcsességem sem nincsen meg, nincsen meg a tapasztalatom sem még. Lehet, hogy talán okos vagyok, vagy eszes vagyok, vagy furfangos, feltalálom magamat döntések terén, de egyet megtehetek, és ez a kezemben van, és ez minden gyermeknek szól, aki negyedikes, aki nyolcadikos, tizenkettedikes, egyetemista, mindegyiknek, vagy aki való megpróbáltatás előtt áll, egy vizsga, egy szeszi előtt áll, az az, hogy az én döntésem mienségét, hogy most az jó vagy rossz lesz, azt átbeszélgethetem az Istennel. Ezt megtehetem. Ha buta vagyok, ha gyenge tanuló, ha okos vagyok, ha bölcs vagyok, ha tapasztalatlan, ha semmi, tehát ha gyengés vagyok, bármilyen minősítést kapjak az érettségén, vagy a vizsgákon, de én a döntésemet, azt, hogy hova tovább, azon az úton, amelyet
de most fogok folytatni más berkekbe, más területen, ezt a döntést, hogy milyen legyen, ezt átbeszélgethetem az Istennel. És az Isten nem fog magamra hagyni, nem fog tanácstalanul hagyni engemet. Először is felindítja a vágyat bennem valami iránt. Például szeretem a frizurákat. Szeretek úgy körmöket készíteni, meg olyasmi, tetszik, vagány, vonzódó. Na, lehet egy fodrászszalon felé, orientálódik valaki. Szeretem az autókat, a kerekeket. Szeretem a rajzokat. Az, hogy három dimenzióban forog valami. Tervezés. Mérnöki féleségek. Szeretek kurpárlizni, francia? Mit tudom én? Nyelvek. Tehát ezeket a vágyakat az Isten ülteti belénk. És ezeket a vágyakat kellene megfigyelni egy fiatalnak, egy fiúnak, egy leánynak, aki döntés előtt áll. Na most nézd, atyám, akár egy imádságban lehet így is fogalmazni, hogy bennem egy ilyen vágy van, egy e felé való hajlam. Én nagyon szeretem például a történelmet, mondhatná valaki. Szeretem egy másik valamit, tehát mindenki ugye, ki mit szeret, most mindenki arra gondolhat. Na, te is úgy akarod, hogy én például történelemtanár legyek, csak egy példát mondtam most az ezer közül. Vajon te is szeretnéd azt? Jónak látod ezt? Egy imádságban letérdepelve, átimádkozva, átbeszélgetve, és figyelve arra, hogy ez a vágy még mindig erős bennem. Hónapok után is még mindig erős bennem. Szeretném ezt? Vagy inkább valami más felé szeretnék orientálódni. Ez a vágy, ha kezd megszűnni vagy csökkenni, akkor nyilván az Isten ezt nem igazán látja jónak. Vagy más tervei vannak velem szemben, velem kapcsolatosan. Tehát mindenképp az alap az, hogy imádkozzam áttal a döntésemet, és előzőleg pedig a vizsgáim, az eredményeim ne keserítsenek el, ha negatíva sülnek el, vagy ha pozitívan, ne túlságosan bízzam el magamat, Szent Pál azt mondja, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Maradjak meg az arany középúton, az Isten kezét fogva. Azt hiszem, a bölcs döntés fontossága fokozottan érvényes egy római katolikus fiatalra, aki teológiai útra lép. Mindenképpen. Tehát először is a legalapszintűbb dolog az, hogy van az Isten részéről egy hívás, egy vágy. Az, hogy tetszik valami, jól érzem abban a környezetben magamat, akár minisztránstársakkal jól megtalálom a hangot, akár a plébánossal, akár bensőségesen tudok Jézussal beszélgetni, vagy nem csak felületesen. Hát ezek már mind apró jelek, de ez még nem feltétlenül egy érett hivatás. Tehát a hivatás az állandóan érlelődik, mint hogy egy gyümölcs, annak is van egy rügyezési fokozata. Az elején csak rügy van belőle, aztán levél, aztán virág, aztán majd beporzás, aztán majd termés, zöld termés, aztán érés, és egészen őszig van idő ezen érlelődni. Tehát ezt mindenképp át kell beszélni családdal, mindenható Istennel, önnön magammal, ha már teológiában gondolkodik az illető, hogy a hivatást érez ebben, ezt ne folytsa el ezt a hivatást. Hagyja, hogy az Isten dolgozzon benne, józan, normális keretek között, fiatalos lendülettel, egészséges szívvel, tiszta érzelmekkel. Mert ez egy nagyon komoly döntés. És ne gondolja azt, hogy most ne predestinálja magát arra, hogy én most beléptem a teológiára, akkor kész itt vége mindennek, itt mindent hagyjál ki magad után. Nem. Elnézést, nem egy burok világban megyen bele az ember, bár sokan mondják, hogy a teológia burok világ, egy üvegház és annak a hatása, hanem ki az életbe készülünk fel. Tehát az egy érlelődés, egy erősödés, egy formálódás, egy tisztulási folyamat, ami rengeteg sebbel jár, rengeteg megpróbáltatással. Kiskatonaság. Így van. Tehát teli van mindenféle olyan dologgal, amelyek edzik az embert. Általában egy fiatalban mikor ébred fel ez a vágy, hogy ő szeretne teológiai pályára lépni? Ez olyan kérdés, hogy ki hogy tér meg? Mindenki másképp tér meg. Tér az Isten útjára. Én elmondom az enyémet, és aztán onnantól kezdve... Kérlek. De ez nem egy sablon. Tehát nem azt jelenti, hogy így kell mindenkinek történni. Mindenkinek másképpen történik. Luther Márton említettem, őt például majdnem megölte egy villám, egy villám mellé csapott, és akkor gondolkozott el az életről, hogy ha mégis azért hova kerül a halál után, és akkor gyorsan a teológiára ment, és ott látott erre válaszokat. Az én életemben nem voltak ilyen villámok. Hát mondhatni könyvszerűen, én valamikor hetedikes koromban, már konfirmáció idején gondoltam arra, hogy igen, én szeretnék a lelkipásztor lenni. És én bennem soha nem volt 7-től egész 12-ig
más cél, vagy más vágy, csak az, hogy tényleg lelkipásztor lehessek, és teljesen azt, amit a többi lelkész tesz, akit látok, vigasztaljam, bátorítsa az embereket. És mosolyogjon, próbáljam meg mosolyogni az emberekre. Nekem alapigém volt, és mindig maradt is az, hogy amit a Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 4. részének 4. versében ír, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nekem egy hivatásom az, hogy egy egészséges örömöt, egy egészséges humort mondjam így, próbáljuk bevinni azoknak az embereknek az életébe, akik azt hiszik, hogy a templomban ki tudja, mit csinálnak ezek az emberekkel, hogy mindig ilyen szomorkásan jön neki. Én szeretném, hogyha a templomból ne úgy jönnénk ki, hogy persze nyilván komolytalanul se, de ne úgy jönnek ki az emberek, hogy szomorúak, hanem valóban úgy jönnek onnan ki, mint akik ott hagytak egy terhet, és olyan jó lenne, és azért annyira szeretném, hogy tényleg ne egy burok világ legyen, se a teológia, se a templom, templomi közösség. Mert mit jelent? Sokan félreértik a szent és profán elnevezést, mert azt hiszik, hogy a szent az egy külön világ, a profán az egy külön világ. Itt szabad csináljam a rosszat, ott nem szabad csináljam a rosszat. Szó se lehet erről. Itt tanulom meg a templomban, a közösségben, a keresztény közösségekben azt, hogy mit csináljak odakint. Erre kell egy elhívás, erre kell egy elhivatottság tudat, és erre kell történjen egy konkrét elhívás arra, hogy igen, én ezt szeretném csinálni. Akkor is, hogyha nem éli meg. Akkor is, ha nem éli meg. Tehát nyilván nem akarok én panaszkodni arról, hogy mit ér meg ebben az életben. Nekem megéri, mert lelkileg abszolút föltöltés, abszolút ebben a hivatásban azt mondom, hogy sokszor az az érzésem, nem elég a 24 óra. Tehát aludni is kéne már, mert annyira effektív, annyira szeretem ezt a szolgálatot. És én azt tudnám tanácsolni minden fiatalnak, hogy tényleg olyan szolgálatot és olyan hivatást válasszon magának, amit tényleg szeret. Amit nem az anyukája meg az apukája erőltetett rá, nem a tanára erőltetett rá, hanem úgy, ahogy mondta a szolgatársam, hogy valóban, amit átbeszélt az Istennel, gondolkodjunk el azon, hogy kik vagyunk mi. Az ember alapvető kérdése az, hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, mondja az egyik ének. Szimplán pőrén vesztelem, mennyit ér az életem. Érdemes utána nézni Pintér Béla dalnak, ami pár hónappal ezelőtt született. Ki vagyok én, hol az én helyem, és jól az Istentől megkérdezni, hogy hol az én igazi helyem. Hogy ne az legyen ebben az életben, amit sokszor látok, hogy sok ember 8-tól 3-ig dolgozik, 8-tól 4-ig, vagy 8-tól 5-ig, és alig várja már, hogy vége legyen annak a munkának. Az ember lemerül a víz alá, hogy na, alig várja, hogy vége legyen, és akkor megyünk ki. Hanem valami olyasmit válaszol, amit szeret is, amiben jól érzi magát. Tehát nem hiába telik el az a nap, nem átugorjuk azt a napot, hanem tartalma lesz annak a szolgálatnak. És én hiszem azt, hogy minden területen lehet így dolgozni, így élni. Ahol talán este 7 órakor még nem veszük észre, hogy elmúlt 5 óra. Igen. Hát jó lenne. Persze tényleg szükséges ahhoz, hogy állandó kapcsolatunk legyen az Istennel. És az iskolákról volt szó, az iskolákról van szó. Azért is fontos az, hogy milyen iskolát választ például egy fiatal, mert ma már sajnos olyan időszakot élünk, ahol a szülők 8-tól 5-ig, 4-ig, 5-ig dolgoznak. Mit csinálnak szegény szülők gyerekekkel? Olyan iskolába teszik, ahol 8-tól 5-ig vigyáznak rá, tehát iskola után iskola, after school programba iratják be. Ezért nem mindegy az, hogy az a gyerek is már óviskorától, 3 éves korától, vagy 7 éves korától iskolában már munkaprogramot ír le. Tehát 8-tól 5-ig ott van valahol. Ezért nem mindegy, hogy hova tesszük. És én azt mondom, hogy ha egy keresztény közösségbe tudjuk tenni, és ami szintén fontos, egy olyan közösségbe, ahol az anyanyelvét beszélik, és az anyanyelvén tanítják, akkor még jobban megtalálja azt, hogy kicsoda ő valójában.
Ez nagyon így van. És ezzel nagyon-nagyon egyetértek, és ezt nagyon-nagyon támogatom, és nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy a legszebben akár imádkozni, akár társaságban beszélni, azon a nyelven tudok, amelyet megtanultam, amelyet szüleimtől örököltem. És a legjobban azt érti meg azt a gyerek. Azt értem meg. Tehát ne próbáljak meg olyan nagy feladatokat, vagy problémákat állítani a gyermek elé, hogy jaj, na most egy másik iskola, és akkor nézd meg azon a nyelven, egy másik nyelven jobban fogsz érvényesülni, de hogy is fogsz. Ez a legnagyobb butaság, amit hallottam egy szülőtől. Hát hogy aztán jobban fog érvényesülni, adjuk így, hát az egy dolog, de megfossz egy csomó mindentől a szülő. Megfossz egy Arany Jánostól, egy magyar irodalom ismeretétől, ami egy csodálatos. Népmesék. Úgy is meg fogja tanulni Lucian Blágát, meg az Eminescu-t, meg a többi irodalmi műveltségeket. Nem biztos, hogy... Tehát azt kell nézni, hogy egy multikulturális, ugye európai országról beszélünk, ha már beszélünk erről, akkor ez a kultúrából is jelenjen meg az irodalom ismeretemben, a történelem ismeretemben, a gyökereim ismeretében, a népviseletek ismeretében, az egyházam, a hitem ismeretében, és ezt a legszebben a családomban tudom átadni az anyanyelv. Hát és itt a magyar anyanyelvem. Arról beszélünk, hogy román iskolában ne adjuk a gyereket, hanem ha egy német iskolában, angol nyelvű iskolába adjuk, akkor is hasonló gondokkal fog a gyerek küzdeni. Persze. Tehát van egy alapja, ugye elhangzott, gyökere van. Azért már mondtuk azt is, hogy az embert a szél össze-vissza is fúj, nem mindig csak a Szentlélek szele fúj, van, amikor az ördög szele fújja az ember, és ha gyökértelenek vagyunk, olyanok vagyunk, mint a pihe. Ide-oda fúj a szél. Viszont ha van egy gyökerünk, van, azt jelenti, hogy ez a tartásunknak az alapja. Azt tudom, hogy ki vagyok. Én tanítok az utóbbi hónapokban ismét. Én meg vagyok döbbenve azon, hogy mennyire sok gyerek, fiatal nem tudja, hogy kicsoda ő valójában. Egy identitása legyen az embernek, tényleg ne fújja össze-vissza. Én mindig azt mondom, ki vagyok én? Én most az én változatomat mondom. Keresztény, református, magyar ember. És ez így van, krisztusi, aki a Biblián keresztül beszél az Istennel, ez jelenti azt, hogy református, és aki nem véletlenül született ide, és nem véletlenül tanulta meg az anyukájától ezen a nyelven a mi atyánkat. Ugye minden szülő a legbiztosabbat, a legszebbet, a leglegebbet akarja adni a gyermekének, a legnagyobb biztonságérzetet akarja nyújtani, hogy na, bebiztosítsuk a gyermek létben megmaradását, az egzisztenciális jövőjét, hogy na, így jobban fog érvényesülni, mert az abba az iskolába lehet, és jobban fog érvényesülni, és amabba is sorolhatnánk tovább a dolgokat. Ez emberi elgondolás. Ez egy szempontból nagyon-nagyon emberi, amiből úgy néz ki, hogy nagyon kevés az isteni. Hát jó lenne azért a szülőnek elkezdeni még mélyebben bízni az Istenben. Ez az alapja az egésznek. Nem földi dolgokkal próbálja meg bebiztosítani a jövőmet, az egzisztenciális létemet, hogy most így lesz, samúgy lesz, samúgy lesz, akár anyagi munka terén, vagy a gyermek jövője terén, na az akkor aztán úgy legyen, és ilyen tanárhoz járhatom, meg amolyanhoz. Hát hol van benne az egészben az Isten? Hányszor imádkozok én szülő létemre a gyermekemért, hogy annak sikerüljön a holnapi dolgozata? Hányszor imádkozok este, vagy reggel ő érte? Hányszor megyek el esetleg akár szentmisére, akár hétköznap betoppanok az Isten házába, vagy két percre legalább, nézd a gyermekemért könyörgök, mennyi atyám, tudod mennyire fontos és szeretem őt, mit jelent ő nekem? Állj mellette, minden eszébe. Minden ember boldog akar lenni. Minden ember boldogságot akar. És higgyék el, a kedves tévénézők, vannak dúsgazdag, milliómos emberek, akik nem boldogok, mert még több kell nekik. Én beszéltem hetekkel ezelőtt valóban olyan emberrel, aki tényleg mindenre van, és mégis úgy logatja az órát és a komor, hogy látszik, hogy nem, nincs boldogsága, nincs öröme. Viszont beszélgettem sokszor olyan nyomorult helyzetben lévő emberekkel is, akikben ragyogott a boldogság. Tudom, hogy azt mondják erre a tévénézők, hogy hát ez a fellegekben jár, meg nem a realitások talaján áll. Én tudom, hogy az anyagiak is kellenek, mert most egy példa, nem megy az autó benzin nélkül, nem lehet nem az ember élete étel nélkül, meg földi dolgok nélkül, nem erről beszélünk. Mi arról beszélünk, hogy még egyszer mondom, az alapot kell megadni az életünknek,
és ez az alap határozza meg az identitásunkat, és onnantól kezdve jöhet bármi. Azt mondja, mit mond Pál pont ebben a részben Filippi levélben, hogy megtanultam mindent. Megtanultam gazdagnak lenni, mert olyan is volt, amikor Pál apostol, hogy hát Filemonhoz ment, tehát Filemonnál azért elég jó kajákat evett. De volt olyan is, amikor hát szükölködött és megverték, és napokig éhezett, azt mondja, hogy mindent megpróbáltam, már tanultam, megtanultam bővölködni, és megtanultam szűkölködni. De mit mond? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít és tartást ad nekem az életbe. Én ezt az erőt és ezt a boldogságot kívánom mindenkinek, és még egyszer visszatérve a témára, nem erőltetem a témát, de mégis visszatérek arra, hogy fontos az, hogy igen, megtanulja az ember az ország nyelvét is, fontos az, hogy megtanulja idegen nyelveket is, de igazán a gyökere azért ne tűnjön már el. Függetlenül attól, hogy mi az anyanyelve, de anyanyelven lehet a legjobban tanulni. A gyermek nagyon-nagyon megjegyzés és, hogy mondjam, kontrollálja a szülőt, és ellenőrzi a szülőt. Nem is veszi észre egy szülő, de hogyha a gyermek véletlenül, nem is tudom jól a szó, látja azt, hogy az apa, az bízik az Istenben, hogy elromlott az autó, bekrapált ez, tönkrement a hűtő, mit tudom én, de akkor is érzi az apának a szavain, hogy hoppá, itt az én apám azért nem csüggedett el, és nem omlott össze, és nem esett kétségbe, és nem küldött el, hogy gyere fiam hozzá két flakon sört, mert most már keserűségemben, ez is hiteles. Elment, az is baj van, amaz baj van. Látja, ha látja egy gyermek, vagy egy fiatal, hogy az apa, az nem csüggede, és nem adja fel, és bízik az Istenben, akkor ezt fogja lemásolni a szülőtől. Ha azt látja, hogy az apa elkezd káromkodni, mint a Kondás, vagy az anya szitkozódik és veszekedés van, mert te vagy a hibás és terülünk, és akkor persze, hogy fog menekülni. De akkor az Isten ez nem fog menekülni. Akkor olyan lesz, mint ahogy mondja József Attila, az utca és a föld fia vagyok én. Tehát ott kint fogja találni a boldogságát. Aztán keresi a bulvárba, popcornba, mindenfélebe, bravóba, na még sztárt követhessem, na vú, milyen jó néz ki. És akkor persze, hogy elkanászosodunk és eltávolodunk az Istentől, és csodálkozunk majd pár év után, miért olyan az életünk, hogy Isten nélkül vagyunk. És innen jönnek a rossz közösségek, akár a helytelen lépések, az eltévejedett fiatalok. Tehát a bizalom az egyik legfontosabb kulcs, motivum, hogy az a gyermek érezze meg, hogy milyen is bízni az Istenben. De ezt úgy tudja megérezni, ha van kitől. Bízzál az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit, és élj hűségesen, mondjam, a 34. Zsoltár. A bizalom és a hűség egy fontos dolog az életünkben, és hát hogyha vannak olyan alkalmak, amikor a hűséget fogadunk, akár konfirmációkor, akár egy ilyen alkalmon, ilyen ballagási alkalmon, akkor azt gondoljuk komolyan az életpályánkon, hogy hűségesek maradhatunk az Istenhez, és hűségesek maradhatunk egymáshoz, és hűségesek ahhoz az úthoz, amelyet az Isten mutatott nekünk, mert ő hűséges volt hozzánk. Ha már a családról esett itt szó, eszembe jutott, hogy a pályaválasztáskor általában a katolikus családokban, ahol kiderül, hogy egy fiatal az egyház szolgálatába szeretne lépni. Itt általában nagyon-nagyon különböznek a reakciók, de túlnyomó részben a család mindig valahogy furcsán reagál. Tehát vagy a család az, aki megpróbálja kötelezni, és a fiatal tiltakozik, vagy a fiatal az, aki szeretné ezt a pályát választani, és a család tiltakozik. Nagyon sok esetben előfordul. Az egyik papácsi egyszer mondta, hogy az ő nagymamája, már jó rég volt, az ő nagymamája az ő apukáját, papácsának az apukáját, úgymond küldték teológiára, nem lett belőle pap, és azt mondta a nagymama, nagyszülő, hogy
tudod, van akinek küldetése van, és van akinek pedig hivatása van. Óriási a kettő között. Tehát egy katolikus keresztény családban, vagy egy vegyes családban azt hiszem, hogy a legnagyobb szeretettel kell fogadni azt, amikor egy új élet születik. Azzal, hogy valaki dönt az Isten mellett végérvényesen, és a papság útjára lép, vagy a cölibátust vállal és az ezzel járó dolgokat, egy új élet kezdődik el ebben az emberben, és rajta keresztül sok száz ember életében. Nem tudom. Sokan azt mondják külsőleg, hogy hát, ugye nincs család, nincs gyermek, nincs ez, rengeteg kontra érveket hoznak. Nem tudom. Én inkább abban látok fantáziát, hogy sokkal több pro érv van amellett, hogy ez így van megalkotva, és az Isten által ez így van megtervezve. Mert rajtad keresztül, aki egy új élet vagy egy vastag törzs, nagyon sok ág terebélyesedhet. És abban, az ágakban, a levelekben, nem csak, hogy ott lehetnek a gyümölcsök, lelkére gyümölcsei, hanem ott megpihenhetnek az ég madara is, akkor a fának az odvában egy mókus is. Ezt csak jelképesen mondom, de az, hogyha valaki dönt az Isten mellett és a papságot válassza, az biztos, hogy az Isten nem hagyja el. És ráadásképpen, hogy az Úr Jézus mondja, aki értem vállalja ezt az életet, lemondást, az megkapja ráadásképpen a mennyek országát is. Bizalomjátékokban szokták mutatni ezt, vagy játszani ezt is, és nyugodtan a tévénézők becsukhatják a szemüket, hogy érzékeltessék, és talán elgondolják még jobban, hogy miről beszélek. Hivatás és küldetés közötti különbség is lehet ez, de én azt mondom, hogy jó lenne, hogyha tudnánk azt, hogy mi követünk valakit ezen az úton. Követjük Jézus Krisztust. És ha gyakorlatra, bizalomjátékra térünk vissza, akkor beszokták ugye kötni egy embernek a szemét, és mikor érez nagyobb biztonságot az életben? Hogyha hátulról tolják, vagy ha előről húzzák, megfogják a kezét és húzzák. Nyilván az utóbbi. Egy hátulról tolni előre, körülbelül ezt csinálja a sátán, hátulról. A rossz dolgokkal próbál ösztökélni, menjél és legyél menekült. Nem szabad, menekült legyél. Viszont az Isten nem menekülteket akar belőlünk csinálni, hanem olyan embereket, akik tudják, hogy hol az útjuk, akik ki tudják nyitni, ki tudják nyújtani a hit karjait az Isten felé, és tudják azt, hogy hova mennek, hova irányul az életük. És akkor lehet, hogy mondtam már ezt a példát, a pásztor az, akit követni kell, a pásztor az, akit követni lehet. Hát valamikor tíz évvel ezelőtt is a Szentföldön, Izraelben történt meg az, amikor az idegen vezető mondta azt, hogy általában itt a pásztor elől megy a nyáj előtt, és utána megy a nyáj. És akkor ahogy kimondja ezt az idegen vezető, a buszban lévő idegenek, utasok, turisták látják, hogy hát ott van egy nyáj, viszont ott van a nyáj, de utána megy a pásztor. Mi történt? Ez hazudik nekünk ez idegen vezető, hogy utána van egy ember. Hát mi történt? És le is állítja az utat, a buszt, a idegen vezető gyorsan odaszalad a pásztornak vélt emberhez, és mondja, hogy hát én úgy tanultam, hogy itt a pásztor megy elő, és utána megy a nyáj. És azt mondja, hogy tényleg ez valójában így is van, a pásztor megy elő. Akkor maga miért megy a nyáj után? Azért, mert én nem a pásztor vagyok, hanem a mészáros. Tehát lehet, hogy a mészáros zavar sokszor össze-vissza bennünket az életben. Kell tudni nekünk azt, hogy nekünk nem mészárosunk van, nem kaszabolni akar bennünket, hanem pásztorunk van, akinek a hangját jó volna meghallani és levenni azt a fülhallgatót lelki értelembe, mert ugye de nem halljuk sokszor, mit mond a világ zajától az Isten, levenni azt a lelki fülhallgatót és ráfigyelni arra az útra, és hiszem azt, hogy sokkal biztosabb, hűségesebb és örömteli, boldogabb életünk lesz. A fiatalokban nagyon mély a vágy az Isten után. Rettenetesen mély a vágy. De ezt egy nem merik felvállalni, mert akkor a társak mit mondanak, jó, hogy milyen ciki lesz, és akkor mi van? És akkor mi van, ha engem véletlenül meglátnak templomban? És akkor mi van, ha engem látnak ott a gyóntatószék előtt sorban állni? És akkor mi van, ha én is ott vagyok az áldozók között ott a sorba, és akkor néznek a többiek, na, és puskognak. Vagy ha én hámisos diákos létemre tessék és megyek minisztrálni, és akkor mi van? És akkor mi van? Folytatom tovább még a kérdést, hogyha valami ilyen vizsgám vagy eredményem nem úgy sikerül, hogy azt szeretném,
abban nincs ott az Isten, mindenképpen ott van. Tehát ez egy óriási bizalom. Ő az, aki átsegít. Pontosan. Ő az, aki átsegít velem együtt. Nem nélkülem, nem fog ott a csodákat tenni, és akkor aztán, mert a Szentlélek is tudjuk jól, csak azt tudja az eszünkbe jutatni, amit már egyszer megtanultunk. Visszatérve, ha látja a szülőktől a gyermek az imát, látja a bizalmat, a nem megrendülést, a nem elcsüggedést, akkor a gyermekben is egy más értékrend fog kialakulni. Ezt az értékrendet nagyon sokban a család segíti elő, az egyházközösség, és az egyházközösségtől, hogyha nem igyekszünk elszakadni azért, mert nagyok vagyunk, azért, mert felnőttek lettünk, akkor nagyon sok hasonló problémán át fog bennünket segíteni az, hogy köztük vagyunk, az, hogy Istenhez fordulunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőknek köszönjük szíves figyelmüket. Imádkozunk valamennyien a végzősökért. Végzősök, ti tanuljatok, és bízatok Istenbe. A viszontlátásra!